A várost érintő közéleti témákkal foglalkoznak a nemrégen újjáalakult Szekszárdi Egyesület tagjai. Mi egy civil egyesület vagyunk, pontosabban folyamatban van az egyesület bejegyzése. Mint a nevünkben is benne van, Szekszárdi városvédők vagyunk. Mi Szekszárdi értékeit szeretnénk megvédeni, szeretnénk a közügyekkel foglalkozni, ezen kívül a kultúrával, a sporttal. Jelenleg a létszámunk 10 fő, ugye ez alapkövetelménye az egyesületnek, de számtalan támogató tagunk van, akik segítenek bennünket, rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk. Napi politikával nem foglalkoznak, majd ígérik, ám figyelemmel kísérik a város vezetőinek munkáját. A közéletben pedig, oly módon kívánunk részt venni, hogy minden közgyűlésen, bizottsági ülésen természetesen, ami nyitott, ezen részt szeretnénk venni, és egy úgymond mediátor szerepet szeretnénk betölteni a városlakók, illetve a jelenleg regnáló városvezetés között. Ugye mindenféleképpen azt szeretnénk, hogy tájékozódjanak az emberek, és ezúton is bíztatnánk a szekszárdiakat arra, hogy igenis foglalkozzanak a közélettel, mert ez nem csak jog, hanem kötelesség is. A közösség tagjainak célja az is, hogy segítsenek párbeszédet kialakítani a szekszárdi közgyűlés ilyen Szekszárd és Fidesz frakciói között. Igazából a Fidesz frakcióval már konkrétan le is ültünk. Polgármester úr meghívott minket, elmondta, hogy ő hogy látja jelenleg a város helyzetét, mik lennének a megoldási javaslatai. Mi ezeket tudomásul vettük, és Bomba Gábor is kereste tagságunkból többször az egyik tagunkat, kért is tőlünk egy segítséget, mégpedig azt nem igazán értettük, hogy miért tőlünk, de mi eleget tettünk ennek a kérésnek, hogy üljön levele Ács polgármester úr, és egyeztessen a költségvetésről, úgyhogy ezt abszolváltuk, polgármester úr igent mondott, úgyhogy elhárult minden akadály, hogy a frakciók végre egyeztessenek, és meginduljon az érdemi munka.